Üdvözlöm kedves nézőinket, Staféta című magazin műsorunkat láthatják. A húsvétról mindenkinek a jó idő, a finom ételek, sonkák, tormák, kalácsok, a hímes tojás és a locsolkodás jut az eszébe, ám több néphagyomány is kapcsolódik ehhez az ünnephez, amelyek talán már feledésbe is merültek. Húsvétkor Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük, ám nagyon sok néphagyományi szokás is kapcsolódik ehhez az ünnepkörhöz, ami talán korábban is jelen voltak, mint maga a kereszténység, ilyen például a tojásfestés és a locsolkodás is, ám a régmúlt Kalocsáján több hagyomány is élt ezeken a napokon. A húsvét tulajdonképpen a magyar parasztságnak a legnagyobb ünnepe, ugye Jézus Krisztus föltámadását ünnepli ilyenkor a keresztény Európa és a keresztény világ, amihez nagyon sok népszokás kapcsolódik, ami talán sokkal korábbi, mint a kereszténység, hiszen a rítusok közül csak említsem a tojásfestésnek a rítusát, vagy a locsolásnak a rítusát, ami hozzákötődik a húsvéthoz, vagy akár a határkerülésnek a rítusát. Ez mind nagyon ősi hiedelem világból származik. Tehát itt is igaz az a tétel, amit mindig el szoktunk mondani, hogy a keresztény világ, amikor kialakul, az ősi rítusokat próbálta belefoglalni a saját keretibe, hiszen az emberek így veszik át ezeket az új ünnepeket, amiket rájuk, néha rájuk kényszerítenek, fogalmazok ilyen csúnyán és durván. Tehát tulajdonképpen a Jézus Krisztus születéséről van szó, ami egy mozgó ünnep. A húsvét a tavaszi ünnepkörnek a közepe, a húsvéti ünnepkörnek fogalmazhatnék így is a közepe, hiszen a hamvazó szerdától húsvétig és a húsvétig pünkösdig tartó időszakot a húsvét ünnepkörnek szoktuk mondani, és majd a pünkösd ünnepkört egy tágabb fogalmazásba az utána következőt. Tehát maga a húsvét, az a húsvét vasárnapját megelőző 7. héten kezdődik vasárnapján, és 50 nappal később a pünkösde fejeződik be. Most azért mondjuk, hogy mozgó ünnep, mert már a Nicea zsinat 325-ben Krisztus után meghatározta azt, hogy a tavaszi nepjegyelőséget követő holtölte utáni vasárnap maga a húsvét, tehát ez egy nagyon tág határok között mozog, hiszen március 22-e és április 25-e közé bárhova eshet a húsvét, tehát ez hordozza magán a farsangot, a nagyböjtöt és a pünkösdöt is hordozza magán, tehát ezért mondjuk azt, hogy ez egy mozgó ünnep. A legfontosabb szokások, már persze a nagyböjtbe kölemlőtenünk húsvéti szokásokat, hiszen ez készíti elő magát a húsvétot, és a neve a húsvétnak is ebből ered, ugye húsfogyasztás tilalma a böjtbe, és a húsvét a húsnak a mögvonása, tehát ezt jelenti tulajdonképpen maga ez a szó is, tehát erre az előkészületre épül föl, hogy talán nem kellene az elején kezdeni a nagyböjtnek, de azt azért hagy mondjam, hogy a virágvasárnap, vagy virághét, ugye virágvasárnapot megelőző hét, amiben éppen most is vagyunk, ez az időszak, ami a nagymosásnak az időszaka. Ugye fekete héten, a középső hetekön nem szabad mosni, virághéten ki kell mindent mosni, hiszen kimegyünk a télbe, várjuk a tavaszt, a ruhákat, az ágyneműket, mindent kimosnak, ilyenkor szárad, de a nagy héten, tehát húsvét előtti héten már mosni nem szabad, ez már tilalom alá helyezi a magyar népszokás, és ekkor kezdődik a nagy takarítás. Minden házat, minden épületet kitakarítanak, kimeszelnek, tehát a nagy takarítás időszakában vagyunk, és az utolsó napján ennek a nagy hétnek, most itt szombatról beszélünk, a nagy szombaton már például főzési tilalom is van, pontosabb inkább úgy mondom, hogy még megfőznek szombaton, mert vasárnap és hétfőn nem szoktak főzni a régiek. Nem mindenki tartott ezt a szokást, mint ahogy karácsony napján se főztek, húsvét napján se szoktak főzni, tehát nagy szombat az, amikor megfőzök mindent a húsvét vasárnapra, húsvét hétfőre. Természetesen ilyenkor megfőzik a sonkát, megfőzik a tojást is, amit majd csak húsvét vasárnapján szentéltetnek, mert addig nem lehet fogyasztani. Tehát hiába főzöm meg nagy szombaton, nem fogyaszthatom, hiszen még a Jézus halva fekszik, tehát még mindig a bőti időszakban vagyunk. Egy nagy csütörtökön a harangok is elvonulnak, hogy úgy tartotta a kalocsai néphagyomány, hogy nagy csütörtökön reggel 9-kor hal meg Jézus,
onnantól kezdve elnémulnak a harangok, ugye Rómába mennek, ahogy a karucsaiak mondják, és majd csak nagy szombat estén a föltámadás után lehet a böjti ételöket elhagyni, rátérni egy más típusú étkezésre, de maga a húsvéti szentelmény, a sonka, a tojás és a kalács, az majd csak a vasárnapi mise, nagy mise után kerülhet föl az asztalra, amikor megszentelik őket. Most ehhez a nagy heti néhány naphoz nagyon sok szokás kötődik, így például Kalocsán nagyon erős a nagy csütörtöki Jézuska keresés, tehát amikor meghal Jézus, este az asszonyok és a gyerekek, a férfiak általában nem, elmennek Jézuskát keresni, itt Mária énekeket énekelnek, tehát a szállásnak az összes köröztjét fölkeresik, imádkoznak, Mária énekeket énekelnek, úgy szokták mondani, hogy átérzik Máriának, az anyának a fájdalmát, hogy elveszíti a fiát. A férfiak majd csak péntökön kapcsolódnak be ebbe az emlékezésbe, amikor a templomba köröztjárás van, a stációkat járják végig általában a templomba, ahol emlékeznek Jézus Krisztus kínszenvedésére, és ekkor nagypéntökön már fölállítják a templomokba, ahol van, ugye hát Kalocsán van templom, és a 19. század közepi Tűhomokmégyen és Szakmáron van templom, fölállítják Jézus Krisztus sírját, amit a 20. században például a Leventék őriznek. Tehát nagypéntöktől egészen a föltámadásig őrzik Jézus Krisztus sírját, fölváltva éjszaka is őrizték ezeket a sírokat, és ilyenkor volt a Jézuska csókolás is, amikor meglátogatják Jézusnak a sírját, és a sír elé helyezett köröztönd megfeszített Jézust csóka illették a kalocsaiak, és ekkor például a pénzt nem a pörsőjbe dobták be, hanem egy külön szalvétával leterítő tányérba helyezték el az adományokat. A föltámadás után, ahogy említettem, érkeznek vissza a harangok, onnantól lehet harangozni. Korábban, amikor a harangok Rómába járnak, tehát nagy csütörtök reggelitő nagy szombat éjszakájáig, kereplőke, hatalmas nagy kereplőke tudatták a szálláslakókkal, vagy a városlakókkal, hogy mikor kezdődik a mise. Több kereplő is, kisebb kereplő, nagyobb kereplő, de általában egy nagyon nagy kereplőt tekertek a templom tornyába, hogy ugyanúgy szétvégy a hír itt a mise kezdetinek. Vannak más vidékük, ahol csöngőve adtak hírt erről, de itt Kalocsán a kereplő volt szokásban. Ezt csak azért említem, mert mindenki ezt a kereplőt a mohácsi a busójárásához köti, de hát a kalocsaiak is ilyen módon ezt ismerték. Nagyon fontos hagyománya ennek a húsvéti ünnepkörnek, a nagyhét végi ünnepkörnek a határkerülés. Kalocsán is a 19. század, vagy még a 20. században is a határkerülést ismerték az emberek, ami azt jelenti, hogy feszületük alatt ének szóval, amikor a köröztöket meglátogatják, a határt is megkerülik. Ennek is egy nagyon ősi szokásrendje van, tehát még a kereszténység előtti világból származik, hogy én bekerítöm a rosszat, megpróbálom a gonosz távol tartani a földemt, a terményemtől. Tehát ennek van egy ilyen régi varázsereje, amit például az egyház tilt is, tehát a különböző századokban többször olvashatunk ilyen tiltásokat, hogy megtiltják, hogy ének szó alatt, köröszt alatt vonuljanak a határba, tehát ez ennek a határkerülésnek a hagyományát próbálja tiltani az egyház, ami hangsúlyozom egészen a 20. századig megmarad. Magának a húsvétnak talán aktualitása van, az időszaka is változik, hiszen a kezdeti időkben 4 napos a húsvétnak az ünnepe, a 12. században csökkentik meg 3 naposra, a 18. században 2 naposra, és a 20. század elején 11-ben a pápa 1 naposra csökkente húsvétnak az ünnepét, de Magyarországon mindig az utána is a 2 napos húsvétot tartották, tehát a húsvét vasárnap és a húsvét hétfő is az ünnephöz tartozott. Erdélybe tartották valamikor is a 3 napot, és talán pont az idei esztendőben hozza meg magyar parlament a törvényt, hogy nagypéntököt is ünnepé nyilvánítja. Tehát úgy látszik, hogy visszatérünk az ősi, a 3. századi szokásra, hogy 4 napos ünnepe van Magyarországon a húsvétnak. Ez nagyon ritka, hogy Mexikó, egy-két Dél-Amerika országban nagyon erősen vallásos a nép, ott van ez a hosszú húsvéti ünnepkör. És hát ott van
a Barka szentelés, ami szintén egy nagyon ősi dolog, Barkát és Tüzet szentőnek ugyanebbe az időszakban, tehát nagy hétnek a miséjein. A Barkát, a szentőt Barkát, azt vagy a padlástérbe szúrják be, vagy a házajának a gerindázatába szúrják be, amit egy évig ott tartanak, hiszen ez a húsvétkor szentőt bark, ez villámcsapás ellen véd, vagy a barká bimbójának, virágjának a lényelése, a torokfájás ellen véd, tehát nagyon sok hagyomány fűződik, szokás fűződik ezekhez a szentelményekhez, és hát a tűzszentőlés is fontos, hogyha azzal gyújtják meg a háznak a tűzit, akkor ez szintén egy fontos szentelménye a magyar parasztságnak. De az ételekhez is fűződnek ilyen szokások. Csak egy példát mondjak, a főcsónk a csontját, azt például fölakasztják a gyümölcsfákra, mert ezzel próbálják a gyümölcsfáktól a férgeket, a kártevőket távol tartani. Ugyanígy hagyd mondjak még egy szokást, amikor megszólalnak a harangok, amikor visszaérkeznek Rómából, akkor valaki fölkap egy söprűt, körbe szaladja a házat, ezt vagy az asszonyok szokták, vagy a gyerekök, és kiabál, hogy kígyók, békák, szaladjatok, mondja, föltámadott a Jézus, tehát ezzel a házt, a lakótért próbálják távol tartani az ártó férgeket. Még azt is mondhatom, hogy az ártó szellemeket, hogyha a régiségbe gondolkodunk. És hát így érkezünk el húsvét hétfőhöz, ami egy teljesen más világot ad a korábbi nagybőjti időszakhoz képest, hiszen a nagybőjt az nem alkalmas a mulatozásra. A fiatalok ilyenkor nem tudnak összegyűlni, máshogy mondom, nem mulatozhatnak, nem zenéhetnek, nem táncolhatnak. Persze össze-össze ülnek, hiszen azért a 40 nap az hosszú a fiataloknak, hogy ne találkozzanak, de csöndesen beszélgetnek, paskumokon, hogyha jó idő van, összeülnek, játszanak, de a tánc az tiltva van. Ellenben húsvét hétfő az újra bálnak az időszaka, délelőtt természetesen folyik a locsókodás, ahogy illik. Ugye a locsókodás hagyománya az sok mindenből eredeztethető. A katolikus, a keresztény vallás általában azt mondja, hogy ez Jézus Krisztus megkeresztelésére, a keresztelködésre utal. Mások azt mondják, Bibliában eredeztetik, hogy a Jézus föltámadását hirdető, terjesztő asszonyokat az őrök víze próbálták meglocsolni, hogy elcsitítsák őket, és erre utal. De azt is mondhatjuk, hogy a víze való locsolásnak szintén termékenység varázsoló jellege van még a keresztény vallások előtt, tehát nagyon nagy a valószínűség, hogy ez is egy ősi rítusnak az átörökítése, átmentése hogy a mi világunkban. A lányokat szoktuk mondani, hogy vízzel locsolták, de hogyha egy kicsit a régiségben belegondolunk, akkor a piros tojás, a hímes tojásnak a léte éppen arról szól, hogyha meglátogatom a lányokat, megválthatja a locsolást piros tojásra. Hogyha valakinek nem volt váltsága, piros tojása, akkor meglocsolták a legényük. Ez ugye a 20. század, a 19. század végére úgy változik, hogy mindenkit meglocsolnak, ha van tojása, ha nincs tojása. És hát ez faluhelyekön, ez szó szerint vizet tessék érteni, vödőre emerték a lányokra vizet, sőt, hát ha arra gondolunk, hogy Erdélyben megmarad a vízbe vető hétfő, akkor azt is látjuk, hogy egyszerűen bele dobták vízbe a lányokat, és hát egy idő után változik olyan módon, hogy merik rá lányokra kútba a vizet, és amikor a kutakat megszüntetik, itt most már a 20. századnak a második felébe vagyunk, akkor terjed a szódásüveg és minden másfajta technika, ami bűvizet lehet produkálni. Tehát a lányokat meglocsolják. Minden lány természetesen igyekszik elbújni, de nagyon nagy szégyen volt annak a lánynak, akit nem locsoltak meg. Vagy például, hogyha a legények gyűjtötték már húsvét vasárnapján a tojásokat, amiből rántottát sütöttek húsvét hétfőn, és utána indultak locsolni, hogyha valamelyik lány háza elé odaszórták a tojásnak a héját, az nagy szégyen volt, hiszen az a lánya valami probléma volt, és hát ezt megszégyönítésképpen szórták oda ezt a tojást. Ez hasonló, mint Észak-Magyarországon tuskót húzatnak azok a kivagyi lányok, akiket meg szeretnének szégyöníteni a legények. Tehát a régi világnak a falusi társadalma az kicsit egészen más, hogy nem is kicsit, egészen más, hogy szerveződik, mint a mai társadalom.
társadalom. Talán mondom azt, hogy mindenkinek meg volt a helye, és talán mondhatom azt is, hogy mindenki jobban el tudott ebbe a világba igazodni, mindenki jobban meg tudott felelni, mint a mai világban. Nagy csütörtöktől húsvét hétfőig többször van lehetőségük az ünneplőknek, a hívőknek arra, hogy szentmisén vegyenek részt húsvét alkalmából. A legnagyobb tömegre a Főszékes Egyházban számítanak. A katolikus egyház szertartásai virágvasárnappal kezdődnek, majd a következő héten folytatódnak. Nagy csütörtökön délelőtt is van szentmise. Ezen a napon tartják az úgynevezett krizmaszentelést. A nagy hét és a húsvét ünnepe az egyház legszentebb időszaka, az egyházi év legkiemeltebb ünnepe és ünnepi része. A nagyheti Szent Háromnappal kezdődik maga az ünneplés. Nagy csütörtökön délelőtt 10 órakor az egyházmegye papsága misézik együtt a főpásztorral. Ez az úgynevezett olajszentelési vagy krizmaszentelési szentmise, amikor a egyházi évben használt olajokat áldja meg az érsek úr a kereszteléshez, bérmáláshoz, betegellátáshoz, papszenteléshez használt olajokat, illetve miután ez az ünnep a papság születésnapja, az egyházmegye papsága a főpásztor előtt megújítja papi ígéretét, papi fogadalmait, ez délelőtt 10 órakor kezdődik a Főszékes Egyházba. Az idei évnek különlegességet ad, hogy a szentmise végén az érsek úr megáldja a harangot, ami utána kerül fölhúzásra a toronyba. Nagy csütörtökön ugyancsak este 6 órakor a Főszékes Egyházba kezdődik az utolsó vacsora emlékmiséje, aminek keretében a lábmosás szertartását végzi el a főpásztor, annak emlékére, hogy Jézus az utolsó vacsorán 12 apostol lábát megmosta. A szentmise végén pedig oltárfosztást végzünk, az oltárokat díszeitől megfosztjuk, annak emlékére, hogy Jézust elfogták. Majd a szentmise után este 10 óráig a Főszékes Egyházban virasztó imaórákat tartunk, imádkozunk a szenvedő Jézussal, próbáljuk átelmélkedni az ő szenvedésének titkait. Pénteken, nagypénteken délután 3 órakor érsek úr keresztúti ájtatosságot vezet ugyancsak a Főszékes Egyházban. A nagypénteki szertartások este 6 órakor kezdődnek a Székesegyházban, aminek lényege, hogy nagypénteken az egyház nem mutat be szentmisét, ez az egyetlen egy nap, ahol a világon sehol nincsen szentmise, hanem úgynevezett nagypénteki szertartások vannak, ami az ige liturgiájából, a szentírás olvasásból, a szenvedéstörténet elénekléséből áll, ebben a Főszékesegyházi kórus fog közreműködni, illetve hódolat a Szent Kereszt előtt, a kereszt jele előtt hódolunk, annak emlékére, hogy Jézus meghalt értünk a keresztfán, és a szent áldozás szertartását végezzük el. Nagy szombaton az egyház Krisztus sírjánál időzik, lényegében semmi nem történik, az esti szertartás már a húsvéthoz kapcsolódik, húsvét vigíliája, azaz előesti ünneplésére kerül sor, ez este 7 órakor kezdődik, tűzszenteléssel, a keresztség emlékére bemutatott vízszenteléssel, olvasmányok olvasásával, feltámadási szentmisével, és mindez ugye nyilván kicsúcsosodik húsvét vasárnap ünneplésében, amikor már az egész városban, minden templomban ünnepi szentmiséket mutatnak be. A Főszékes Egyházban 8:30-kor diákmise lesz, 10 órakor ünnepi érseki szentmise a Főszékes Egyházi kórus közreműködésével, este 6 órakor pedig népénekes szentmise lesz. A Szent István király templomban, a Jezsuita templomban 7:30-kor és délután 5 órakor lesznek ünnepi szentmisék. 7:30-as szentmise keretében ételszentelést is végeznek a régi húsvéti hagyományoknak megfelelően. Húsvét hétfőn ugyancsak vasárnapi miserendet tartunk, a Főszékes Egyházban 8:30-kor, délelőtt 10 órakor és este 6 órakor lesznek szentmisék, a Szent István király templomban pedig délelőtt 7:30-kor és délután 5 órakor lesznek ünnepi szentmisék. Mi a helyzet azokkal, akik például szociális otthonokban vagy éppen a kórházban töltik az ünnepet? Természetesen az otthonokat és azokat a betegeket, akik bejelentkeztek a plébánián az ünnep előtt, végiglátogatjuk, meglátogatjuk őket, hogy a húsvéti szentgyónásukat, szentáldozásukat el tudják végezni. A kórházban pedig a szokott rendben, a vasárnapi miserendben, vasárnap az emlékeim szerint 10 órakor lesz a szentmis, amit a kórház lelkész fog bemutatni. Maradjunk egy kicsit magánál a húsvéti ünnepkörnél, hiszen megelőzte ezt a 40 napos böjt. Mit lehetett észrevenni akár a katolikus iskolában, akár a hittanra járó gyerekek között, vagy a fiatal felnőtteknél? Hogyan készülnek húsvétre?
Én magam azt tapasztalom itt a városban is, de az Egyházmegye többi iskolájában is, hiszen most már azért 20 intézményben végezzük az oktatás-nevelés feladatát, hogy egy hosszú út az, ahogy az ember elindul az egyházi élet és a lelki élet útján. Vannak, akik már nagyon előre vannak, akik nagyon nagy utat tettek már meg. Van olyan intézményük, amelyik már ugye 25 éve működik folyamatosan. Ő nyilván már lényegesebben jobban tud felkészülni ezekre a megszentelt időszakokra, mint az, akit csak szeptemberbe vettünk át. De nagyon szép megmozdulásokat tapasztaltunk. Itt Kalocsán nagyon sokat jelentett az Asztrik év keretében, hogy Jelsek úr minden vasárnap egy-egy esperes kerületnek az egyházközségi képviselőit, híveit meghívta, hiszen minden vasárnap voltak 60-70 éves emberek az egyházmegyéből, egyházközségi képviselők, akik még soha nem jártak Kalocsán, soha nem látták a főszékes egyházat, és nem is tudták, hogy mi minden van itt, mi minden látható, és mindez nagyon nagy lelki élmény volt a kalocsaiaknak is, akik megtapasztalták, hogy milyen kincsen ülnek, milyen kincs van a kezükben, és nem nagyon tudnak vele élni sok esetben. Mik azok a hagyományok, amik mondjuk az egyház és a világi élet kapcsolatából a mai napig megmaradnak húsvéthoz kötődően? Érdekes módon a húsvét az, amivel a világ nem tud mit kezdeni. A karácsonnyal még tudnak mit kezdeni, a szeretet ünnepel, családok azért csak-csak összejönnek, valamiképpen kapcsolódik és kötődik a kereszténységhez. A húsvéti népszokások már szinte teljesen elszakadtak az eredetüktől, ami még nyilván egyházias jellegű volt, mint például a locsolás maga, ami a keresztségünkre való emlékezés a kereszt vízzel kapcsolatos, ami a feltámadási szertartásnak része a keresztvíz megáldása, illetve hát régen a felnőtt keresztelendőket ekkor részesítették a keresztség szentségében, de mára már ez teljesen elfelejtődött, és egy teljes világias szokássá változott. Talán, ha az emberek megpróbálnának jobban kötődni a gyökerekhez, megpróbálnak megtalálni ezeknek a népszokásoknak az értelmét és a gyökerét, sokkal mélyebben tudnák ezeket felhasználni, mert így önmagukban lényegében jó szórakozásnak minősülnek, de nincs meg mögötte az a komoly tartalom, ami az egészet élteti, és ami tovább viheti a következő nemzedékekre. Az előbb szó volt az ételszentelésről. Az idősebb korosztály az, aki mondjuk még telerakja a kosarat a sonkával, tojással, kaláccsal, és elviszi a templomba? Területenként változó, és azt gondolom, hogy évenként nagyon változó. Hála Istennek, hogy egyre több fiatal család, ifjak, fiatalok mind kezdik újra felfedezni mindennek a lényegét, és egyre nagyobb kultuszát látom annak, hogy az emberek a házaikat megáldják, megszenteltessék a gépjárműveiket, és most már az ételüket. Mindez régen nagyon komoly feladata volt a keresztény embernek, hogy áldás nélkül nem kezdett el sem dolgozni, sem pihenni, sem étkezni, és ma talán egyre inkább újra visszajön az emberek tudatába, hogy áldás nélkül az életünk mindösszesen egy száguldás a halál időpontja felé, de az áldással, az Istennel együtt kitágul mindez a léttér, és az örök élet távlatára mutat, ahol már van értelme jót tenni, van értelme jónak lenni, és van értelme segíteni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!